Üdvözlünk! Mai adásunkban a szezon első megmérettetéséről jelentkezünk Nagyhegyesről. Március 28-án vasárnap rendezték az idei országúti szezon első viadalát, a 6. Balla Viktor emlékversenyt. A nagyhegyesi versenyen 4 különböző táv várta a résztvevőket, 15, 35, 66 és 127 kilométeren. Hatalmas várakozás előzte meg a versenyt, így a szervezők vállán, ha lehet, még nagyobb volt a teher. A pandémia okozta folyamatosan változó, kiszámíthatatlan körülmények között óriási feladat volt a régiól megszokott színvonalú verseny megszervezése. Elszánnak kellett lenni hozzá, mert azért minden nagyon negatívba ment el a Covid vírus kapcsán, de hál' Istennek azért a versenyzőket támogatta a szabályozás, és ilyen értelemben vágtunk neki a versenyszervezésnek. Mindenképpen fontosnak tartottuk, hogy megvalósuljon ez a verseny, mert a gyerekeknek, akik egész télen dolgoztak, fontos, hogy maga a szezon elinduljon, legyen egy megmérettetés, hogy ki hogyan dolgozott a tél folyamán, és ez mindenképpen motiváció volt számukra is, akár a február folyamán, hogy már tudták, hogy lesz verseny. Ez egy cél volt számukra, és bízok benne, hogy további versenyekkel fogjuk őket tudni segíteni abban, hogy az elkezdett úton tovább tudjanak haladni. A verseny elsődleges célja, hogy az utánpótlás korúaknak versenyzési lehetőséget biztosítson, ezért hirdetnek minden alkalommal 4 távot, ahol a különböző korosztályokban versenyzők optimális feltételek mellett mérhetik össze tudásukat. A versenyt 22 fő rendőr, 6 darab rendőrmotorral és 6 darab rendőrautóval, 50 fő polgárőr, 20 fő önkéntes és 4 fő civil motoros segíti. A versenykört a hagyományos 30 kilométeres hosszban jelölték ki a rendezők, amelyen a távnak megfelelő számú kört teljesítenek a versenyzők. A Hortobágy sarkában húzódó pályán szintkülönbséggel nem, széllel azonban annál gyakrabban kell megküzdenie a mezőnynek. A 3 sarokpontot a nagyhegyesi körforgalom, a látóképi csárda végül Balmazújváros adja. Volt egy ettől még jobb kör elképzelésünk, de sajnos az, mivel ez teljesen új kör, ott a biztosítást, mindent újra kell tervezni, és azzal nem tudtunk úgy haladni, hogy a verseny meg tudjon valósulni. De bízok benne, hogy e versenypálya mellett fogunk tudni még találni egy olyan pályát, ahol országúti versenyt tudunk rendezni, fontos lenne a változatosság a fiataloknak. Bárha nincs is hegyünk, de azért a szél, furcsa hangzik, de a hidak azért tudnak nehézségeket okozni, illetve versenyszituációkat teremteni a fiatalok számára. A Content DKS-i csapata komolyan készült a versenyszezonra, minden lehetőséget kihasználtak az edzésre. Gyakorlatilag mi múlt évben is, amikor a Covid helyzet kialakult, úgy emlékszem májusban lett egy enyhítés, mi a fiatalokat úgy próbáltuk motiválni, hogy edzőtáborokat valósítottunk meg, ilyen hosszú hétvégé és péntek, szombat, vasárnap voltunk. Több helyen voltunk, és amikor lehetőség nyílt, a Mátráz edzőtábor is megnyitott, akkor oda is mentünk. Mi előszeretettel megyünk oda, mert viszonylag elérhető távolságban van, és nagyon jó terepeket tudunk használni, nem beszélve arról, hogy a Mátraház edzőtábor által nyújtott lehetőségek azért azt gondolom, hogy minden igényt kielégítenek, arról nem beszélve, hogy azért a történelemnek egy darabja, tehát az olimpikonoknak a felkészülési helye, és ez egy fiatal sportoló számára mindenképpen motiváló. Ugyanígy alakult ebben az évben is gyakorlatilag, a helyzet úgy alakult, mi is Horvátországba szoktunk menni, de annyira bizonytalan volt a helyzet, mi azt már korábban elengedtük, és Mátraházán foglaltunk be több időpontot. Így alakult, hogy mi már voltunk február végén, és a március elejére foglalt időpontot azt pedig átengedtük a szövetségnek utánpótlás edzőtáborra. Ilyen értelemben voltak is nekünk a válogatott kapcsán is versenyzőink, illetve azon a fölött is. De a lényeg az, hogy nagyon pozitív volt annak is a kicsengése, szakmailag, mint fizikálisan a fiatalok sokat tudtak fejlődni, és azt gondolom, hogy ez az irány fontos. Megismerik egymást, nagyon sok technikai, taktikai dolgot tudunk velük átbeszélni, gyakorolni, mind a mellett, hogy fizikálisan is fejlődnek. A járványhelyzet a sportolók mentális állapotát különösen rosszul érintette, hisz elemi szükségletük a versenyzés, ami jó ideje nem lehetséges számukra, ezért a klubvezetők mindent megtesznek, hogy a motivációt megerősítsék a fiatalokban és felnőttekben egyaránt. Na, nincsenek versenyek, nincsenek edzőtáborok, akkor egyszerűen motivációját vesztik a fiatalok, egyszerűen nem látják a célt és elkallódnak, egyszerűen leengednek. Nagyon fontos, hogy az egyesületek
edzőtábor, hogy bármilyen megmozdulás keretében a közösséget tudják fejleszteni, és ezen keresztül maga a sport is tud tovább lépni, és tud az a munka folytatódni, ami eddig is volt, és bízunk benne, hogy azért megoldódik ez a vírushelyzet, bár elég rosszul állnak ilyen formában a dolgok, de bízunk benne, hogy tényleg az oltással ezek a problémák valamilyen szinten megoldódnak. Egy biztos, nemzetközi szinten nagyon nehéz most, és pontosan ezért kerül nagy előtérbe az, hogy idehaza mit tudunk a fiatalainknak nyújtani, mert ugyanis ez lesz az álog a következő pár évben, hogy kik fognak tudni fellépni ifiből, felnőtt korba úgy, hogy újabb olyan fiataink legyenek, akikért nemzetközi szinten tudunk szurkolni. Ami a hazai utánpótlás korúaknak mindenképpen motiváló lehet, az az utóbbi években tapasztalható fellendülés, aminek eredményeként számos hazai kerékpáros került nagy nemzetközi csapathoz és ér el rendre kiváló eredményeket. Nagyon fontos, hogy látják azt, hogy van rá, hogy ez megvalósulhat. Kemény munkával, komoly hozzáállással, szakértelemmel ezek a lépcsőfokok megjárhatók, és oda lehet kerülni. Nagyon fontos, mert most fizikálisan, kézzelfoghatóan látják azt, hogy ez működik, mögé kell tenni nagyon komolyan a munkát, és ez másképp nem megy. Én azt látom azért fiataloknál is, ha kimondják, ha nem mondják, hogy igenis látnak benne perspektívát. Nagyon fontos a szövetségnek is, hogy ezeket a potenciális dolgokat meglovagolni, erősíteni, továbbadni, és azt gondolom, hogy ez az irány, ez jó, ez nagyon fontos. A verseny szervező debreceni székelyű Content DKSI csapat esetében megkerülhetetlen a kérdés, hogy a már kiemelt kormányzati beruházássá váló debreceni velodrom és velopark építési program mennyiben járulhat majd hozzá a régió és az ország kerékpárosainak jövőbeni teljesítményéhez. Amit látni kell, nagyon sokan azt gondolják, hogy nem halad. Tudni kell ahhoz, hogy bármi történjen, nagyon-nagyon-nagyon komoly papírmunka engedélyeztetések zajlanak. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól állunk. A jelenlegi információ szerint október vége körül a Veloparknak az első ütemének meg kell lennie, és a velodromnak a tervezési dolga is ebben az évben már célegyenesbe kell érkeznie. A hely adott, a város, a Magyar Kerékpáros Szövetség az állam mögötte van, és azt gondolom, hogy mindenki a saját maga módján hozzátesz azt, ami fontos ahhoz, hogy egy olyan objektum, egy olyan infrastruktúra valósuljon meg, ami később akár a kerékpárosoknak egy nagyon fontos helyszíne tud lenni. Visszatérve a versenyre, a szervezők a már megszokott kiváló minőségű rendezvénnyel indították útnak a szezont, aminek a hangulatát a tavaszias időjárás csak tovább fokozta. Ami az eredményeket illeti. A 66 kilométeres penzumon a serdülőkorú fiúk korcsoportjában Polnár Balázs László közel 2,5 perc előnnyel ért haza, az U19-es lányoknál Gergely Virág ünnepelhetett, miközben az elit nőknél érvényesült a papírforma és Szabó Zsófia állhatott fel a dobogó legfelső fokára, Jordán Dorka és Borisza Johanna előtt. Master 2-ben Horváth Zsolt, Master 3-ban pedig Sikari Gábor lett az első. Tetszett, meg nehéz volt azért, így szökni a végén volt szembeszél is. Út nagy része jó volt, úgyhogy lehetett haladni is, nem rázott annyira. Ez volt az első versenyem, országúti versenyem, és hát a végén úgy láttam, hogy vagy hát ugye a közepe fel, hogy meg lehet szökni, meg lehet próbálni, és akkor megpróbáltam, aztán összejött. Szerencsére sikerült nyernem. Jól is éreztem magam, meg a pálya is jó volt. Mondjuk én már versenyeztem külföldön idén. De igen, ez volt az első magyar verseny. Jó volt azért magyar mezőnybe menni, de hát ez nagyon képlékenyek így még, hogy mikor vagyok külföldön is, mert ugye maradnak el versenyek, meg halasztanak el versenyeket. A bizonytalanság, ez azért annyira nem érint jól. Mondjuk tavaly olyan szempontból szerencsés voltam, hogy itthon, meg Szlovákiában tudtam versenyezni, szinte minden hétvégén, mondjuk ez azért nem ugyanaz, de legalább volt lehetőségem. Igazából én tavaly nagyon motivált voltam emiatt, vagy hát nem tudom, ez engem még jobban motivált, hogy akkor több időm van felkészülni, viszont most már azért kezd kicsit idegesítő lenni, picit csökkent a motiváció, mondjuk ennek ellenére ugyanúgy edzek, meg készülök, csak azért tényleg jó lenne, ha már minden a régi kerékvágásban lenne. Jó lenne azért egy nagyobb UCI versenyen, egy top 10 minimum, ezt úgy szeretném. Megteszek mindent ennek érdekében, remélem, hogy összejön.
A leghosszabb távon a junior fiúk futama Mészáros Bence fölényét hozta, míg az elitben hármas Epronex Gesu Bike Wheel siker született Solymosi Márton, Istl Stecker Zsolt és Rózsa Balázs triója révén. A Master 1-ben Nagy Gergő nyakába került az aranyérem. Körülbelül a verseny felét a támenésben töltöttem, meg végig próbáltuk kontrollálni a versenyt, próbáltunk az összes elmenésben benne lenni, és amikben nem voltunk benne, azokra felérni, szóval nehéz volt. Hát nehéz volt így motivációt találni, mert az összes versenyt törölték, sőt jelenleg is mentünk volna már Gentbe, Belgiumbe, Paris-Roubaix-ra, és mindkettőt törölték, szóval azért elég nehéz. Válogatottként indulni akarunk azokon a világkupákon, amik meg lesznek rendezve, és én egy holland csapatban vagyok, és csapattal is fogunk menni UCI versenyekre, szóval minél jobban szeretnék szerepelni ezeken. Sikerült összebarátkozni, mondjuk így nehéz volt, mert tavaly évben is és idén is nagyon keveset tudtam kint lenni a Covid miatt, szóval még a idei sort azt annyira nem is ismerem, de tavaly edzőtáborba sikerült beilleszkedni. Most pedig rövid híreink következnek. Walter Attila, a Groupama Frances de Jeu 22 esztendős kiválósága egy bravúros szakasz 8. hely után harmadikként ért célba a katalán körverseny záró etapján. Ezzel élete legjobb helyezését érte el a legmagasabb szinten. A barcelonai záró etapon sikerült még egy lapáttal rátenni az egész versenyen látott kiváló teljesítményre, többször is ott volt a nagy létszámú elmenésben, sőt, ott tudott maradni a legjobbakkal, de még egy-két tempóváltásra is futotta az erejéből. Végül ketten tudtak tovább menni ebből a sorból, akik haza is értek, Walter Attila pedig bejött harmadikként, ami egy egészen káprázatos eredmény. Az Olaszországban nagy presztízzel bíró Settimana Internazionale Coppe Bartali 2.1-es besorolású szakaszversenyen Dina Márton, Fetter Erik és Szarka Gergely személyében három magyar kerékpáros is érdekelt volt. Dina Márton három napon keresztül vezette a hegyi pontversenyt, csak az utolsó utáni pillanatban csúszott le a dobogó legfelső fokáról, mikor legfőbb riválisa, a kolumbiai Osorio megnyerte az első emelkedőt, ezzel pedig a különversenybeli győzelmét is bebiztosította. Beák Barnabás egy nemrégi podcast beszélgetésben számolt be arról, hogy a csapat vezetője elégedett a segítőként végzett munkájával a Bike Exchange csapatában. A héten a Bruges de Pan és az E3 Saxo Bank Classic versenyén szerepelt az elvárásoknak megfelelően. A Lotus Cycling Team ifjú kiválósága Jordan Dorka az előkelő 6. helyen zárta a GP Mediterranean UCI 1.2-es besorolású viadalát Törökországban, ezzel 10 világranglista pontot szerzett. A férfiaknál Árvai Krisztián és Schumann Máté mellett az MKB Bank Cycling Team két kerékpárosa, Renko Norbert és Santa Armin Konrád, valamint az orosz Viktor Dolmatov tette teljessé a Lotus Mix sorát. A 157,4 kilométeres penzum végén a hazaiak örülhettek, legjobb magyarként Ármin ért célba a 14. helyen. Az Európai Kerékpáros Szövetség a sporták történetében először választott küldöttei közé magyar delegáltat, Tam Csilla személyében. A jelen sportdiplomáciai siker azt mutatja, hogy már nem csupán a magyar bringásoknak, de a hazai szakembereknek is egyre nagyobb a nemzetközi elismertségük. Tam Csillát, aki az első magyar és idehaza jelenleg is az egyetlen nemzetközi mountain bike versenybíró és oktató, 27 európai ország 29 jelöltje közül választották be a 15 fős küldötti testületbe. Végül lássuk, milyen programok várhatóak a következő hetekben. A műsor támogatója a Szerencsejáték ZRT.